testapám itt állt a sarkon, és a hídról, a hídon már a tisztek átjöhettek, és jött le egy tiszt. És megkérdezte, összegyen, hogyan jutok el a várba? És akkor, hát persze a keresztapám, az nem volt mai gyerek, az se, és egyszerűen jön egy tisztecske, és letegezi. Hát visszategezte. Ugye? Hát tudod, szüke, mész el egyenest, azt az anyád valagába, és eljutsz oda valahogy. Hát aztán mondta, hogy mersz te engem letegezni? És te engem hogy mersz letegezni? Úgyhogy aztán inkább az volt az egész dolog, hogy a tiszt jobbnak látta, inkább arra menni, mert már gyülekezett ott a jó nép. Szóval ilyenek voltak. Mert mentális különbség olyan kirívó volt a két ország között. Ott, akik jöttek, azok ugye csak is. Ki vagyok én? Így pedig az a, érezni lehetett az a csehszlovákiai szociális olyan visszafogottságot. Az feltűnő volt. De ott a Horthy rendszerben, ott az volt a lényeg, hogy direkt csinálni a rétegedődést, hogy ott mindjárt nagyon hamar leparasztozták valakit ott. Ki, egy lépcsővel följebb vagyok, akkor én vagyok. Ez volt ilyen különbség. Ezeket aztán később úgy összesimultak itt Komáromba, de érezhető volt nagyon. Érezhető volt. Zsidókat de mi hajtották ki állomásra, bevagonizták, ezt a Isten tudja, hova vitték. Ugye, és ez a Hacker dentistát, ezt mindenki szerette, és a város is, és gyorsan Komáromban akkor volt börtön, gyorsan bezárták őt oda, börtönbe. Hát, és akkor a börtön, akkor nincs. El volt intézve. Rendben is lett volna, csak aztán, mikor arról van szó, hogy mindenki indulás nyugat volt, ki kell vonulni nyugatra, hadsereg, minden, az égvilág, hát elindult a börtön is nyugatra. Hát akkor azt is elő kellett hozni, sorba állították, és mentek gyalog a állomás felé. Ugye? És állomás felé mentek, aztán akkor oda szólt neki, aki vezette őket, kísérte őket, Pista Ugorj. És ott a kórház felé, azon a kis utcán a Pista kiugrott, szembe egy német tiszttel, aki egyből nagyon lőtte. Mert az látta, hogy hoppa, csoportba kiugrott, pum, ott helybe. Ilyen is volt. Meg akarta menteni, és megoldotta. Egyből nagyon lőtte.